Nos, hát tisztelettel köszöntök mindenkit. Már jó ideje nem filmeztem. Tehát annak az az oka, hogy mostanában elég sokat dolgoztam, és a helyettesítés, a többi idős emberek vannak, ugye, ahol dolgozom, és hát sorba lebetegedtek négyen, hogy helyettesítenem kellett. Hát ma csinálunk egy ilyen karfiolos ételt, úgyhogy az első lépés az, hogy egy kis rizsát fogunk főzni. Előtte ugye szokásos módon megdíszteljük. Itt már előkészítettem két vizet. Az egyikbe teszünk természetesen egy ilyen húsleves alapot. Ez jön a rizsre. Úgyhogy másikba pedig egyszerűen csak sót rakunk. Igen, ugyanis egy kicsit elő fogjuk főzni a karfiol rózsákat. Nos, hát a rizsfőzés tudományával nem untatlak benneteket. Azt hiszem, ezt már mutattam jó párszor. Lényeg, mert azért elmondom, ha már csinálom, aztán utána már nem mutatom ezt, hogy fel kell hevíteni a rizst egy kis olajjal, felforralod a húsleves alaplét, és ugye ráöntöd minimum tűzön fedő alatt, ugye párolod, befőzöd. Itt vigyázol, ez az első lépés, nyugodtan ezt a mennyiségű vizet rá lehet önteni, lezársz vissza a tüzet, és ennyi. A feleségem beszerzett egy gyönyörű szép karfiolt, úgyhogy ezt fogjuk elkészíteni. Irtózatosan olcsó az Egyesült Államokban a karfiol. Gondolom óriási mennyiségeket aratnak, ültetnek. A szokásos módon ugye kiszedjük a torzsákat, ügyelve arra, hogy ne sérüljenek meg ugye a rózsák. Ezeket ledobáljuk róla. Kivágom a torzsát, és rózsáira szedem. Igen, szétszedtem, gyönyörű, és itt soha egyetlen egyszer nem találkoztam még kukacos karfiollal. Soha. Valahogy vagy a növényméd, na most ugye forrásban, és sós víz, és ezt 10 percig fogjuk itt úgymond előfőzni egy kicsit. 10 percig. Karfiol nagyon hamar van meg. Nem is fér bele. Gyere bele, azért belerakjuk valahogy. Előkészítjük az öntetet, ami nem más, mint 6 darab tojást feltörünk. Ó, felébe. Külön kell nekem a sárgája, és külön a fehérje. Várjál csak. Igen. Ide a sárgája és oda a fehérje. Jó van. Igen, mert azt fel kell verni, a sárgáját viszont nem. Ja. Szóval így csináljuk. Külön válasszuk. És csinálunk. Egy enyhén fel fogjuk verni. Nem is veszem elő a gépet, hanem majd csak kézzel a habverővel, ugye, azt felverem egy kicsit. És nem is mutattam, hát csak 3 darab van itt. Ezekből kaptam új késeket. Nagyon jó a fogása, jó éves. Az Amerikába készültek. Majd meglátom, hogy válik be. Nagyon élesek. Rápillantunk a karfiolunkra is. Még nyugodtan mehet. Igaz, hogy a 10 perc már letelt, de még bátran hadd szóljon, hadd menjen egy kicsit. Rápillantunk a rizsre is. Gyerekek, ez annyira gyönyörű. Ez a jázmin rizs.
Jasmine. Ismeritek biztos. Nagyon jó. Olyan jó aromája van. Ez nem is fog mind kelleni, de én szeretek egy kicsit lepőzni előre, mert szoktam csinálni ilyen lecsós virslit reggelire, rizssel. Az egyik kedvenc reggelim. És akkor jó, ha van előre lefőzve, hogy eláll egy hétig is. Jó, és akkor ezt sem főzzük tovább, hanem egyszerűen lezárom, és hagyom rajta. Ezt egy kicsit visszavettem, szóval megy minden szépen. Nos, még van időnk felverni a tojást, hát még most fölnek a dolgok. Hát mivel lehet ezt keverni, ugye? Miután ugye megcsinálsz tojás sárgáját, kikeverheted, mit lehet beletenni? Rakhatsz vele plain, tehát natur, mi ez, joghurtot. Ez egy nagyon finom joghurt, görög. Akár kefirt, akár tejfölt, vagy mindegyikből egy kicsit. Hát én úgy döntök, hogy én tejfölt fogok használni, és ezt elhasználom, ezt a joghurtot. A kefirt egyenlőre félretesszük. Majd vagy megisszuk csak úgy natúrba. Aztán ugye lehet fokozni a dolgokat azzal, hogy belekeversz egy kis mozzarellát. Ezt a mennyiséget én bele fogom keverni. Ebből meg majd a tetejére teszek a legvégén. Megszórom. Ezt csak ide készítettem, mert az előbb ebből csemegésztünk. A szuszikával. Igen, szuszu? Ugye? Kaptál egy kis sajtot te is. Kaptál? Jó volt? Ha? De itt ül, azt hiszi, hogy még kap, de nem szabad, mert elég dagadt vagy velem együtt. Na, hát szóval megvárjuk a rizst. Ki kell hűteni egy kicsit, addig nem verem fel a habot, és hát utána kezdem a összekeveréseket. Ez is megy vissza a hűtőbe. Többet nem szabad enni. Ilyen kis kekszekkel szoktam enni, egy 4 darabot. Ja, és hagyja csak egyek? Nézzétek meg. Mihez jutottunk hozzá? Igazi ruszli. Jó, hát itt ilyen így adják, így. És én meg így eszem. Ebből csak egy-két kockát most. Gyerekek! Azt a minden! Eszembe ütnek azok a régi szép idők. Akkor katona voltam, határőr, útlevélkezelő. És a Vámosszabadi határátkelőn a magyarok csempészték a ruszlit Csehszlovákiából. A mi vámosaink meg mind elszedték tőlük. Tehát a dicsekvést, illetve nem dicsekvés. Itt van egy valami, gyerekek, ezt is kaptuk, és én ezt nem tudom, hogy ez mi. Komolyan mondom, nem tudom mi ez, de ez annyira finom, ilyen növény, valami gyümölcs vagy termése valaminek, rettentően apró magok. Hát így ekkora lehet, ugye? Majd ezt ki fogom én nyomozni. Nyelvem el tudom nyomni, annyira puha. Nagyon édes. Nem, fogalmam nincs mi ez. Nem volt ráírva a dobozára, ezt feleségem kapta egyébként egyik kuncsapjától. Mindig megborítják az asszonyt ilyen dolgokkal, és ezt ki fogom nyomozni, hogy mi ez. Különben nagyon finom. Ilyen, nem tudom. Így, hogy eszed, amire a tejbe grízd, de nem kellene. Nem tudom mi. Nos, egy kicsit meghabosítjuk. Mondjuk jobb lett volna elővenni a gépet, igaz? Százra csinálni. Hát szóval, van egy sztorim nektek, ahogy a katona voltam, ugye, hát már nagyon rég volt, még a Kádár elvtárs volt a nagyfőnök Magyarországon, és kérem, épp az utolsó időkben, utolsó éveiben, amikor még uralkodott, aztán utána
hamarosan ugye leváltották a fiút, de hát azért még én keményen részt vettem az akkori hadseregnek, a határőrségnek az életében, 2 év kötelező. Közben itt keverem a dolgokat. Szóval így mennyiségeket látjátok nagyjából, és mozzarella sajt. Ezt a joghurtot, már megnézem a lejárás idejét, nehogy véletlenül rosszul csináljam, hogy már lejárt, aztán beleteszem pillanat. Hát nem tudom, direkt csinálják, gyerekek, hogy itt van ráírva, hogy mikor jár le. Hát ki nem bír a dolga. De olyan halványan csinálják, na most én itt megnézem, biztos most kamera is jól látja, ott van. Na talán ebből a szögből. 20 May 2014, tehát a május 20-áig jó. Na, szóval meg van állapítva. A 16-a van, tehát elvileg ennek jónak kell lenni. Így különakra, jónak látszik. Ezt beletesszük. Ez eléggé sós, úgyhogy majd a sóval vigyázik-e. És én úgy gondolom, hogy egy ugyanennyi tejfölt, így a írójával együtt hozzápattintok. Hát, majd egy kicsivel több is. Ja. Hát elnézem, gyerekek, kicsit van nyomott vagyok. Én éjjel dolgoztam. Ja. Jó, ne keverjük ezt is. Én éjjel dolgoztam és fáradt vagyok. Nem tudok nappal aludni, aludtam 4 óra hosszat. Majd délután azért lefekszek. De ma jön át a húgom is. Meghívtuk, egy kis beszélgetés, kávé, egy kis kaja, ez az amaz. Úgyhogy... Megcsinálom, gondolom, megcsinálom ezt a karfiót. Nagyon tetszik, nagyon szép volt. Jó nézett ki. Ja, ezt jó, elkevertük. Enyhe fűszerezés fog csak kapni. Közben kikészítettem a fagyasztott petrezselyem zöldjét, hogy egy kicsit eresszen meg. Igen, lezársz, ezt szép óvatosan kiszedegessük a karfiol elvtársakat. Aztán majd elmondom végig azt a sztorit a határőrséggel kapcsolatosan, a piros paprikát hogyan csempészték a magyarok ki az országból, csehekhez. Az többet ért vele, mint a forinttal. Ja, ez jó ára volt. Igen, ez megvan, hagyjuk hőni. És a rizsből is szedünk ki. Úgy a... Hát jó egyharmadát, gondolom. Felét, egyharmadát vagy a fele. Várjál, legyen a fele. Aztán kiterítsük, hagy füljön mind a kettő. Jó, ezt meg eltesszük későbbre. Több nap, mint kolbász. Igen, ebből a fagyasztott petrezselyem zöldjéből, ja, jó, ups, ajajajajaj, jó 2, már legyen 2 evőkanálnyit. Ide teszünk ez. Na, jól össze. Igen. Na, szóval beletettük a zöldség zöldjét, és ha már így a katonaságról mesélek nektek közben, megmutatom a katonaképemet. Tudom, mennyire látszik, mi látszik, hogy látszik. Várja, nézem a diszpléjen, várja, följebb, igen. Úgy. Na, mit szóltok hozzá? Határőrség kiváló katonája címet itt nyertem el, útlevél kezelő, és várjál, idébb jövünk, így. Hát gyerek, ezt a jóképű magyar gyereket, hát ez voltam én. Igen, már leszerelés előtt vagyok, voltam 1981-ben. Hát büszke vagyok rá. Hát szóval, ott ugye kezeltem az útleveleket, meg minden, és akkor be
bejön egy hatalmas nagy busz, ugye, szlovákiai magyar nők, csinosak, fiatalok, nagyon csinosak, aztán valakinek a vámosok közül valami problémája akadt az utasokkal, egy-kettővel közülük, egy zöldségződje van benne, és kérem, félrehúzták a buszt, és akkor engem odaállított a főnök, ugye én már öreg katona voltam, hát figyeljek rájuk. Aztán kérdezték, hogy leszállhatnak a buszról, amíg tart ez az egész cirkusz, bevittek egy pár hölgyet, ott kutatgatták őket, meg tudom én, de szeretnének rágyújtani. Hát mondom, persze. Ott mellettem voltak, egyik szebb volt, mint a másik. Nagyon jó nők voltak. Jó, van, ennél tovább nem verjük. Így körülbelül ez így jó is lesz. Azt mondom. És ugye közben ugye a rizs kerül ide alulra. Hát itt rajtad áll, hogy mit fűszerezzel. Hát én hagymaport szórok rá egy kicsit, ami azt hiszem, ez sós, várjál, meg kell ízleljem. Na, nem sós. Jól van. És ilyen rocsséri chicken fűszer keveréket, ami egy keveset. Csak azért, hogy legyen valami íze is. Mondjuk delikát íze már van az anyád szentségét. És kérem, ennyi az összfűszerezés, nem teszünk bele más semmit. Itt rajtad áll, hogy mi a rakhatsz rá, borsot, fokhagymaport, vagy delikátot, amit akarsz, kömény meg bármit. Na és közben ugye kihűlt a karfiolunk, óvatosan, szépen így körbe rakjuk. Na most ott tácsorognak ezek a csajok, mondom a 25, nem voltak sokkal idősebbek, mint én, hát volt egy-kettő, idősebb volt. Aztán befutott egy, hogy hívják, egy személykocsi, és kezdték el szétszedni a vámosok, mert az ajtajaiba rakták el a piros paprikát. Eldugdott, de nagyon sokat. Az egy-két zacskói nem szóltak, nem voltak olyan szemetek azért a magyar vámosok. Aztán ezek meg ott nézik. Mondjuk ők is sárosak voltak, a csajok is, mert valamelyik sia izét azért kellett megálljanak. És jó, így elrendezzük. Látjátok, mindenhova jutott egy kicsi. Így, nem baj, ha szétmegy. Legalább jobban bemegy a... Hogy hívják? Ja. Még ha egy kis lé rámegy ebből a főzőléből, sőt, azt javasolta is, és teszek is rá tényleg, ne száradjon ki a rizs, pillanat. Ezt végigraktam ebbe a kulimájcba, meg csak egy nagyon pici fekete borsot teszek, semmi mást. Oké, szintén elkeverjük. Így. Hát szóval, ott nézik a csajok, hogy mi történik, ugye figyelik a történéseket. Na, hát közben elemcsere, hát majd csak a történetem végére érek lassan. Szóval ott ácsorogtak, nézték, ahogy szedik ki ugye a piros paprikát, meg minden, és akkor el voltak ott szörgyűködve. Na most ott közelembe állt, majdnem, hogy mellettem, szerintem ő volt a legjobb nő köztük, és ott ácsorgott mellettem. Aztán azt mondja nekem, perfekt beszéltek magyarul, pillanat, hozom a kanalat, azt mondja nekem, de ez egy, hozzáteszem, hogy ez egy annyira jó nő volt, ilyen piros, ilyen trikószerű valami volt rajta, közben ezt ugye öntöm, fehér feszes miniszoknya, hegyes sarkú cipő, ugye előttem van bedobva a sérója, ugye felturbozva. Akkor a mellei voltak, mint egy jól nevelt orosz kozák kucsma, a szemeim majd kiestek, hát nekem akkor éppen már nem volt barátnőm, ugye az ott hagyott a franc egyemeg. Csurgott a nyálom, aztán azt mondja, katona bácsi, lebácsizott. Várja.
Közben ez is megvolt, még sincs este. Szórunk rá egy pici kis sajtot. A legvégén tetejére. Unodom, hogy még teszek rá tejföl, de minek? Hát ott van. És aztán a katona bácsi, hova viszik ezek az emberek ezt a... Nézze, nem bírom kinyitni. Megoldottam, kérem, megoldottam. Jól dolgálom ezt a csomagolásokat. Szóval nagyon vékonyan így megszórjuk egy kicsit. Hát mondom, ezek már nem viszik sehova. De azt mondja, hogy egyébként. Hát mondom, figyelj, de a szülészetre. Erre a 15 nő körülbelül fölkapta a fejét, azt mind jöttek oda, és ugye hallották, hogy mit mondtam. Én meg ott ugye unatkoztam, hát mondom, elmondom nekik, hogy mit csinálnak a piros paprikával. Aztán azt mondja, a szülészetre? Na igen. Szóval, ott mit csinálnak? Hát mondom, amikor elkezdi a nő a szülést, ugye szülési fájdalmai vannak, szenved szegény, meg minden, és hát beadnak neki két evőkanállal ebből a piros paprikából, lenyeli, iszik rá egy kis vizet, ugye a piros paprika bekerül a gyomrába, a gyomrából a vérbe, a vérből a magzatvízbe, a magzatvíz elkezdi csípni a gyereknek a szemét, elkezd rugdosni, és megindul a szülés pillanatok alatt belül. Gyerekek, ez a nő, akiről beszéltem, az helyben összehugyozta magát, úgyhogy fizikailag láttam, hogy bepisált. Eldobták magot a földre, a fele, és olyan röhögés volt, gyerekek, hogy havotázva röhögve a könnyük folyt, majdnem sírtak. Aztán, hogy miért? Azt mondja, így elmondom. Ég 350, az a 180, 375, 200 Celsius magyar fok. Fél óra, aztán majd ránézek, meglátjuk. Mi volt a lényeg? Miért röhögtek ennyire? Azért kérem, mert ezek szülésznők voltak mind, és egy magyarországi szülészeti konferencián vettek részt a csajok. Úgyhogy nagyon nagy sikerem volt. Ha akkor lett volna a telefonom, akkor biztos elkérdék volna a telefonszámomat. Most kérem tisztelettel és szeretettel, megsült a karfiolunk, rizses, hát mondjuk azt, hogy rakott karfiol, hát legyen rakott karfiol, egy picit már hűlt is, innen a sarkából fogok csak kivenni egy keveset, nézd oda, hogy egybe marad, látod, ilyen szépen összeállt a dolog, kicsit megpirult a teteje, nagyon gusztusos. Kézbe fogom a kamerát, nem fejkamerázok most erre az időre, és kóstoljuk meg. Jaj, de jó. Hát ez fog nekik ízleni, remélem. Remélem, hogy fog nekik ízleni. Úgy értem, hogy a húgomnak és a feleségemnek. Nagyon jó. Én így csináltam meg, gyerekek. Gondoljátok, próbáltok ki. És a következő kaja, már ide van készítve, fogom filmezni a következő videóba. Ez egy ilyen lepény lesz, hát mondjuk rá, hogy pizza, de nem az. Pizzaszerű lepényt fogok készíteni, ez lesz a következő. Ajánlom figyelmetekbe, házilag. Szóval, ezennel a rakott karfiolom főzését befejeztem. Nagyon jó lett, nagyon ízletes, és remélem, még egyszer mondom, fog nekik ízleni. Majd elmondom, jó? Sziasztok, bye bye!